10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nektek, rengetegen írtátok, hogy csináljak ilyen napi videókat. El nem fog menni. Tehát a napi videó az tudja, nem fog működni. Most jó. De most az egyszer kivételt teszek meg, próbálkozzunk meg egyetlen egy nappal, ugyanis az én kamionomat elvitték tesztre, azaz műszakira. És mondta Szőke hercegem, hogy üljek be az ő autójába, azt akkor csináljak meg egy fuvart. Aztán közöltem vele, hogy nagyon sajnálom, de engem hazavárnak. Úgyhogy mondtam, hogy nekem családom van, én nem szeretnék itt Írországban megdögleni a mai napon, úgyhogy én abban az autóval nem megyek sehova. Aztán fél volt háborodva, hogy hol, meg mi? Mondta, nem megyek. Az annyira rossz állapotban van, hogy se fék, se kormány, se semmi nincs rajta. Lassan elérem azt, hogy villáskulcsa kell majd kanyarodni, szóval, nem. Mondta, hogy akkor jöjjek el a 05-össel. Egy évvel fiatalabb ez a kamion, viszont kívülről gyönyörű. Belülről meg nyugodtan be lehetne ezt is tolni az úzdába. Annyira rossz állapotban van ez is, hogy ez valami borzasztó. Na mindegy. Szóval ma elmegyünk egy fuvart, megcsinálunk. Lunk, ebben a kamionnal meg én, tehát így mi ketten, azaz én magam egy személyben. Szóval elmegyünk, ezt a pótkocsit levisszük a húsgyárba, ott leteszem,
onnan szólóba fölmegyek Dublinba, ott fölveszek a Thermo King 09-est, abban meg elmegyünk rakodni. Hogy miért veszem föl most ezt a mai napot, mert ma egy különleges nap lesz, és szerintem ilyen többet nem is lesz. Ugyanis ezen a kamionon még fenn van a dübörgő, viszont le fogják szerelni mindegyikről, mert azt mondta Szőke hercegem, hogy iszonyatosan nehéz kicserélni a kipufogó dobot, mert előtte le kell kötni ezt a dübörgőt, és utána lehet kicserélni a maga a kipufogó dobot. Ugye minden kamionos, meg úgy általában akinek úgy B-kategóriás jogosítványa, vagy CE, tök mindegy. Tehát valakinek, akinek van hatási engedélye, mondjuk így, ilyen parasztosan. Szóval akinek van jogosítványa, az tudja, hogy az autókon majdnem hetente kell cserélni kipufogót, ugye? Tehát ezt mindenki tudja. Szóval a szökercegemnek ez volt a legnagyobb problémája, hogy ha kipufogó dobot kell cserélni, akkor szét kell kötni az egészet, és ezért ő úgy döntött, hogy leszereli az összes autóról ezt a dübörgőt. Úgyhogy mondom, akkor megcsinálom a felvételt, hogy halljátok, hogy milyen, amikor recseg, ropog, dübörög bent a városba ez a kamion. Úgyhogy ez az egyszeri videó lesz, ez soha többet nem fog összejönni, mert hogy többet már nem lesz rá lehetőségem. Szóval akkor a mai napon eljöttök velem egy kicsit dolgozni. Most éppen megálltam itt a Lidl-be reggelizni, már ilyes voltam. Szóval ennyiből jó ez a cég. Tehát azt csinálok, amit akarok. Tehát megmondták, ezt vidd le, tedd le, vidd oda, azt ragd le, menjen, rakodj meg kettet, akazd le a pótkocsit, gyere vissza, kesz. Ennyi. Szóval most reggelizek. Úgyhogy majd jövök a városból, és majd ott bekapcsolom a dübörgőt. Na, pusszantás. Ja, eszembe jutott, nem egy, nem kettem, nem hármon. Sokan írtátok, hogy miért raktam be a daráljunk pénzt videóba azt töménytelen reklámot. Én elsőnek azt hittem vicceltek. De a második, harmadik után már kezdettől mosoly lefanyarodni az arcomról, és szörnyűködve vettem észre, hogy nem figyeltek. Tehát rengetegen írtátok, hogy megnéztétek a reklámokat, rákattintottatok, mindegy, daráljunk pénzt. Ugye a videónak az is a cím, hogy daráljunk pénzt. Tehát én nem tudom, srácok, mit néztetek, szat egyet, vagy mit, de akik úgy írták, hogy miért kellett ennyi reklámot belerakni, hát azoknak még egyszer, srácok, azért meg kamerára gyűjtök. Tehát elmondtam a nagy videóba, elmondtam a daráljunk Zseton című videónak az elején és a végén is, de akkor elmondom még egyszer, azért kell azt megnézni azt a videót, és azért kell azokat a reklámokat megnézni, és azért kell azokra rákattintani, hogy termeljünk egy kis zsetont, amivel kamerát tudok venni. Na, hát ennél jobban már nem tudom elmondani, tehát tényleg, nem megy, tehát ha így, nem, akkor nem tudom. Én belefáradtam, hogy írogassak mindenkinek, úgyhogy ha valaki fölteszi ezt a kérdést, hogy miért kellett annyi reklámot beletenni, ne haragudjatok, de én már nem fogok válaszolni. Na, megyek, majd jövök a városból. Na, pusz! Na, kacok, kézbe fogom, mert hát nem az én kamion, nem tudom sehova kitámasztani a kamerát. Most itt vagyok a városba, és megmutatom nektek a... Várja, váltanom kell, basszus. Na várja. Hát csak így tudom, így rángatózva. Várja, figyelj a dübörgőt. Figyelj a hangra!
ugye, figyeld az embereknek az arcát, hogy hogy ide fordulnak. Mindjárt megeresztem. Már basszus. Az étteremből ide fordulnak ám az emberek. El kell menjek jobbra, most megint ugrálni fog a kamera egy kicsit, de gondolj bele, hogy főleg ezt éjszaka, amikor az ember odaereszti neki, ami a csövön kifér, brutális hangja van. Na majd mindjárt halljátok, hogy itt lemegyek jobbra, megpróbálom megfuzatni. Várjál. Majd jövök. Haj, nem tudom hova tenni ezt a kamerát. Na mindegy most. Hova? Fölborul. Fölborul. Hova tegye le? Na mindegy, talán ide. Ja, így se lesz jó. Hát nem az én autóm. Eldöntsélek fél oldalra benneteket. Csak le ne essen, basszus. Szóval megpróbálkozok. Egy olyan lehetőség, hogy... Oh, de utálom, nem az én kamionom. Szóval megpróbálkozok egy olyan lehetőség, hogy oda beragasztom a műszerfal közepére. Mint a horrorfilmekben, mi? Azt tudjátok, mit jelent ez a mozdulat? Ne pofáz! És leragasszuk valaki száját. Na, szóval ahhoz, hogy fel tudjam venni, hogy dübörök bent a városba, ahhoz jó lenne két kész, hogy gyorsan tudjak váltani, úgyhogy megpróbálok benneteket ide. Na nézzük csak, ez milyen felvétel lesz itt, azt mondja, hogy most ide próbálok rakni benneteket, ide, akkor most oda, aha. Ez pedig ide, aha. Na jó. Akkor mondjuk ha ide tenni, várj, no pány. Hogyha ide teszlek, akkor benne van a fejem. Aha, ez így nem lesz jó. Na jó van. Hát akkor úgyis ez egy ilyen gyors videó lesz, hogy elégedjetek meg ebben, hogy ide raklak középre benneteket. Jó? Azt akkor itt maradtok arra a kis időre. Mi? Kimegyünk a városból. Jó, akkor így. Jó, legyen így. Egyszer. Így. Sütj. Úgy. Várj, ez az. Aha, és ez rohadtul nem lett jó.
Na mindegy, úgy, végül is úgyis csak a hangját kell meghallani, úgyhogy hogy dübörög, más nem érdekes. Szóval, ide raklak benneteket, és akkor itt meghallgathatjátok egyszer is itt utoljára, hogy milyen az a dübörgő. Hopsz, 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 várj. Így. Ez az. Hopsz! De hogyan legyen ez így? Na mindegy, el most érjétek be ebben, ez itt most lehet, hogy ugrálni fog, remegni fog, a jó Isten tudja, mi lesz vele. Jó? Addig nézzétek a raklapokat. Ó, no panic. Ki van a pénisz? Na, hogy ebből mi lesz, srácok? Én nem tudom. Ez az. Ej! Sicsúty! Vót nincs. Na, jól van, akkor így marad, ide raktalak benneteket, és akkor, ahogy megyek kifel a városból, akkor bekapcsollak. Bekapcsolom a kamerát, és akkor, ami a csövön kifér, na, majd mindjárt jövök nektek, egy másodperc, nekem még legalább egy 2 óra. Na, vágás következik. Oké! Elkészültem, mehetünk. A probléma az, hogy olyan koszos ez a kamion belülről, hogy a ragasztó szallag nem akarja megfogni a kamerát. Úgyhogy, shit. Na, lehúzom nektek az ablakot, hogy halljátok, hogy borzasztó lesz. Na de mindegy. Ezt egy kicsit felhúzom, mintha meghozták a malackákat. Itt vannak a röfik. Kibírja a szallag. Hát ilyen. Nem semmi mi. Várjatok, megint megállítom, hogy nehogy megszakadjon a felvétel, hogyha leesik a kamera, legalább ennyi maradjon meg. Na, innen megyünk tovább. Nem mond le az elsőség jogát, de lemond! Azt a mindeni! Az út, ezt nem akarom, hogy leperecseljen. Várjál, majd mindjárt beérünk ide. Basszus. Na majd most figyeld. Jaj! Mindenki meneküljön.
hagy szokják az írek, nem bírják. Különben beszakadám az ember füle. Hagy szokják, bírják. Borzasztó hangja van. Az embernek a dobhártyája beszakad. Várja, megállítom és újraindítom innen. Várja. Na. Tényleg ordítanak ám a járdára, hogy egyszer el nem hiszitek, hogy olyan mély nyomó, dübörgő hangja van, hogy az valami borzasztó. Feszültséget! Oh, yes!
mindjárt kiérek a pályára, azt hiszem ez lesz az utolsó falu. Kezdtem a pályára, felmegyek a pályára, és akkor utána majd csak Dublinba fogok jelentkezni. Scania fanoknak, meg a hangszóró őrülteknek eleget tettem. Kiélhettétek szadista hajlamaitokat. Elviszlek még benneteket, akkor nem megyek föl a pályára. Elviszlek benneteket a mellékutakra. Dominik, figyelj! Élvezni, vezetni, az biztos! Csak nem akarja venni a sebességet, az a baj vele. De annyira kész van már ez a kocsi. Megint megállítom, nehogy megszakadjon a felvétel. Na, innen megyünk tovább. Na Dominik, a basszust húzd fel, jó, mi hangot próbáld valahogy elővarázsolni, akkor adja ki igazán a hangot.
még lesz még egy körforgó, azt még megvárjuk, azt akkor utána lelövöm, azt majd jövök még egy utoljára Dublinból aztán. Ennyi volt. Kiszórakoztuk magunkat mára. Ilyen is kell időnként. Ki kell engedni a gőzt? Az igen, már szép volt. Nem veszi a sebességet. Kúva anyád! Nem veszi! Nem veszi. Gyorsulni. Dominik, remélem tetszik. Ja, Istenem. Hova kerültem? Mutatni. El kell menni itt az Industria mellett, na, ott a lakóparkba. Hallod? A pokolba kívánnak majd. Aj, figyelj! Várj!
hogy most. Várjál. No panic. Na figyelj, Dominik, figyelj! Adja le, nem erőlködik a motor, ugye ilyenkor már könnyebben megindul. Figyelmét. Hát remélem, amennyit tudtam, át tudtam adni ebből a dübörgésből, többet nem hallottok tőlem ilyet, mert hogy mondtam, várj, irányjelző. Mint ahogy már mondtam, kiszerelik belőle, úgyhogy hát ez van. Ugye többet nem viszlek el benneteket szórakozni. Na mindegy, szóval akkor én itt elköszönök tőletek, jók legyetek, és akkor majd valamikor majd jövök a nagy videóval. A pénzdarálós videót megnyomkodjátok észnélkül. Na jók legyetek, szervusztok!